Sziasztok, kedves gaming nézők! Újabb hónap jött el, ilyenkor természetesen ránézünk a PlayStation Plus előfizetésünkre, és hogy milyen játékot kapunk hozzá. Remélem, ti is elő vagytok fizetve. Bevallom őszintén, ebben a hónapban már vártam, vagyis nem ebben a hónapban, hanem elég sok hónapban már vártam, hogy mondom, ennyi jó hónap és ennyire jó játék után mikor jön el az az időszak, amit szerintem mindannyian átéltük már egyszer, amikor meglátod, hogy a PS Plus játék olyan van, amit már úgy amúgy megvettél, vagy különben nem tetszik, de igazából rosszabb az, amikor már megvetted, és akkor most kapnád meg ingyen is így. Úgyhogy most nézzük meg, hogy mi a szeptemberi Monthly Games. Hát két nagyon érdekes cím. Ugyanis az egyik a PUBG, ami így egyik szemem sír másik nevet, úgyhogy ezt így húzzuk is be. A másik cím viszont szerintem egy ikonikus PlayStation hits-es dolog, ami szerintem minden konzol tulajnál van verekedős játék, és kell lennie, ugyanis szerintem az egy ikonikus dolog, hogyha már legalább van kettő kontrollered, akkor biztos, hogy a haverok azt kérdezik meg először, hogy na mit tudunk együtt játszani, és így csépeljétek egymást. Úgyhogy ezeket a játékokat gyorsan be is húzzuk, és természetesen, ahogy szoktátok, volt moddari, szerintem ezt le is tudom töltögetni, így van. Deszerű, ez nekem nem kell, ez kell nekem. És általában feltözzük, de jó, hát jó, ez le van töltve. Oké, itt már üzenek is a kis PlayStation-emnek, hogy egyszer, és ezek kezd el a munkát, már hamarosan ugye, ahogy megszoktattátok, ilyenkor van is egy live belőle, és akkor abban játszunk, mint ahogy az előző hónapban. És engem az mozgat igazából, hogy már szeptember van. Jó, még várom az októbert, hogy októberben vajon mi lesz. De utána igazából októberben már azt kell néznünk, hogy a novemberi PlayStation Plus-ban már valószínűleg a PS5-ön nézegetjük meg, hogy milyen játék van. Ugye nagyon-nagyon azt mondja a sajtó, hát nem mondja a sajtó, hanem igazából azt oknyomozzák, hogy novemberben ezeknek a dolgoknak meg kell jelennie, és ugye a PS5-ön is biztos folytatódik a PS Plus, én most ez csak saját vélemény, és akkor már elképzelhető, hogy ahhoz már ugye kapunk valamit, ugye eleve a PS5 vásárlásnál valószínűleg kapsz már egy játékot, hogy olyan csomagot veszel, na de akkor ott már a plusz az már lesz a 5-re is, és akkor 4-re is, mint régen, ahogy most régen volt az, hogy PS4 és PS3-ra és PS Vita-ra is volt sokáig, aztán most ugye eltörölték és csak a 4-et támogatják. És most akkor szerintem átmegyünk egy ilyen időszakba, hogy lesz a PS4 és PS5. Kicsit érdekes. Még mindig nem kaptam megfelelő választ arra, hogy 20.990 forinttel elkezdem én veletik az Avengers-t, de szerintem a demót végig fogjuk játszani, mert én még mindig nem játszottam még a demót, és onnan tudok majd jól dönteni, hogy kell-e nekem ez a játék. Őszintén, miért ne? Marvel, Avengers, hősök, berekedősös, játékosos dolog, de valahogy így meg, nem tudom, majd eldöntjük. Na nézzük, Essential Picks-ünk van, Hidden Gems-ünk van, Monthly Pick-ünk van, ami természetesen nagyon sok cím, de a Fall Guys és a Control benne van. A Control tök jó leárazásban is volt. Így van. Ezekre mindig érdemes átnézni az akciókat, azok mindig jók. Jó, hogy Super Heroes Discover. Gondolom itt az Avengers hát a mozgásán, hát a föleleven ült pár dolog benned, belül, akkor azokat most így vásárold meg. Nagyon jó marketing. Itt van nekem egy Batman, ezt valaki ajánlott, hogy Batman VR-t azt vegyem meg. Ha ti voltatok, akkor írjátok le kommentbe, kérlek, mert így nem mindig jegyzem meg a dolgokat, azért sajnos lukácsos ez agyam. Na nézzük, Essential Picks. Azt mondja, hogy erős Last of Us 2 akcióval kezdünk, ami nem árt. Aztán benne van a kód Assassin's Creed, ahogy szokott. Benne van a GTA. Ezt most csak így azért mondom, hogy benne van a GTA, mert hát a csapon is a GTA folyik. De hogyha terveztek egy Next Gen konzolt megvenni, mondjuk, és most maradjunk a PlayStation-nél, akkor tudjátok, hogy akinek megvan a PS4-en a GTA, az meg fogja kapni PS5-re. Ingyen. Ami ilyen nagyon extra dolog, mármint ritkán szoktak azért ilyet csinálni, de hát a rókabőr ez már a hegy tetején, úgyhogy ez a minimum, így 7. generáció óta, de ja. Viszont nekem PS-en nincs meg a GTA, és bevallom őszintén, én a GTA-t azért imádom, tehát mindig PC-n szeretem játszani, főleg ahogy most itt az RP hangulat, de különben is én nem RP-zek, csak így ott mondtam mellette egy érv, mindig is PC-n szeretem játszani, viszont így voltam arra, hogy konzolokra általában hamarabb kijött én, ha jól emlékszem, erősítsetek meg, ez így szokott lenni, de és akkor most a PS5-re egy szebb grafikával tudom játszani a GTA-t, amire már a PC nem képes, ezért most 4000 forintot kiadni. Ha.
Már gondoljuk. Na nézzük ezt a Hidden Gems-t. Oh, a Forest ez van árazva. Oké, okay, Stranded Deep. Nagyon, a Little Nightmare-t ezt nagyon tudom nektek ajánlani. Igazán hangulatos kis platformer, 1500 forintért, úgyhogy ez mindenképp. Media World is tudom ajánlani, a felújított változata nagyon kis aranyos. Hunt az különben is, csak én nem tudok célozni, hogy ez nekem maximum PC-t jelent. Truck Driver, Outlast. Outlast egy ezresér. Risk of Rain. Ezt a Tomcső mondja mindig, hogy meg kéne vennünk, ez 4000 forint. Igen. Black Sad, Generation Zero, Gear Shadow Collection. Ki? Engem én a Super Street The Game. Fú, ezek így régen annyi ilyen versenyzős játék volt, hogy muszáj elmondanom nektek, hogy a nyereményjáték az most már úgy működik, hogy bármilyen videót, ha nézel, ha arról kidobsz egy screenshotot egy kis üzenettel, hogy te nézed a Game Geek valamelyik tartalmát, akár legyen az live, akár videó, és ezt meg elküldöd nekünk is, hogy a Game Geeknek, hogy lássam, hogy volt egy ilyen megosztás, akkor már benne vagy a sorsolásban. És csak hogy legyen egy egyszerűbb része, a másik sorsolás az nagyon egyszerű, legyél feliratkozva a Twitch-el hozzánk, YouTube-ba hozzánk, és lájkold be a Facebook oldalunkat. Ha ez a három megvan, akinél mind a három megvan, az benne van a kalapban, jó? És akkor így kétszer bele lehet kerülni, és én nagyjából azt szoktam meg, hogy most akkor ne legyen az, hogy hetente, vagy havonta, vagy ilyenek időközönként sorsolunk, hanem olyan körülbelül 10 videónként, jó? Mindegy, hogy live vagy videó, ha felkerül 10 videó, sorsolok egyet. És ilyen 10 videónként mindig megy, és akkor van biztos időtök belerakni, oké? Okay? Szerintem ez egy korrekt dolog. Legrosszabb esetben 10 videó egy hónap alatt mindenképp lemegy, de szerintem ahogy mostanában próbálom csinálni, ez hamarabb is jó. Tehát 10 videóként lesz egy játék sorsolás, és úgy lehet bekerülni, hogyha fel vagy iratkozva minden felületen, úgyhogy eleve akkor benne tudsz lenni minden sorsolásba, hogyha ezt megtetted, leírás megtaláltok mindent. Vagy bármelyik tartalmat, hogyha csinálod, akkor ugye screenshotod ki, és oszd meg, hogy te Game Geek tartalmat nézel ismerőseiddel, akár sztoriba, akár Instagramon, akár Facebookon, Twitteren, MyVip-en. Jó? Csak tudassátok meg, hogy csináltatok egy ilyet, mert abban plusz be tudsz kerülni a kalapba. És igen, hogyha minden egyes videót megosztottál, akkor ugye 10 plusz egyszer feliratkozott, tehát 11-szer lehetsz venni egy sorsolásnál a neved. Tudod, mint az éjjelző kiadalában, egy nagyobb esélyed vagy téged húznak ki. Jó. Hitz be benne a PlayStation. Hoppá, a Mad Runner. Ugye a Mad Runner. Gondolkozok. Nem a Mad Runner, aha, Snow Runner. Ez az új része, és a Mad Runner a régi része, ugye? Így van. Nagyon érdekes, hogy a megvásárlók több mint 50%-a végigjátszott a Last of Us 2-t, ami különben egy nagyon-nagyon magas szám. Teljesen a sztori végéig. Ja, érdekes dolgok ezek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, kérlek értékeljétek a videó tartalmát like, dislike-al és írjatok egy kommentet, hogyha valamelyik kérdésemre tudtok válaszolni a felmerült videó alatt. És ahogy már szoktátok volt tudni, hamarosan jön egy live, ahol a PS Plus játékokat kipróbáljuk. Sziasztok, mehetek vissza játszani!